Mesélj egy kicsit a karrieredről, hogy hogy is indultál, motiváló jellegű lehetne. Isten vagy, bassz meg! Van ez a golf, ez a kép, amelyik néző meg fogja nyerni. Őszinte leszek. Fú, szokatlan pillanat. Úristen, ez nekem borzasztó érzés. Na, srácok, több hónap után végre, azt betapadt a szemem, végre igaz az az első beköszönés, hogy good morning everyone. Szóval, aztának nagyon sokan gondoljátok azt, hogy igen, neked miért is egy ilyen nehezetre most felkelni. Őszinte leszek. Nagyjából 9 éve dolgozok kebabosokba. Egy kebabos 10 órakor nyit. Egy kebabosnak nem kell felkelnie 6.30-kor általában. Szóval ez így eléggé megterhelő számomra. Így 10 év után. Na de mindjárt is fogok mondani, mi az, hogy miért vagyok fenn ilyen korán, illetve minden ilyesmit, csak kell egy pár perc, hogy összekapjam magam. Mondtam, gyerekek, kellett körülbelül egy óra ahhoz, hogy eljussunk ide, de amúgy nem tudom, miért veszitek el, hogy ki van a kamera mögött. Mondtam, amúgy már indítottam otthon ezt a videót, és nem tudtam beszélni, mert tudod, nekem ez akkor, ez az időpont egy picit korán volt. Tudod, mert én 10 éve 8 órára járok. Nem, 8-ra járok dolgozni, tudod. A Koni 6-ra jár dolgozni, szóval neki ez olyan volt. Igen, 6-ra, bárcsak 6-ra hallod, ami egyszer összejön. Jó, a Koni 5-re jár dolgozni, szóval neki ez a mai korai érkezés olyan volt, mintha délutános lenne. Hát csoda volt, nagyon sokáig tudtam aludni. Szóval neki ez kurva jó volt, nekem ez hozzá kell szokni. Na de mindjárt elmondom, hogy mit is csinálunk ma itt. Na gyerekek, látjátok, akinek felesége van, annál kis ebéd bekészítve. Tudom, nektek ez elég szokatlan pillanat, mert elég rég láttatok minket egy képernyőn, aztán régen meg csak együtt toltuk, de ez azért van, mert a Koni nagyon sokat dolgozik kint a pályán, meg nagyon sokat dolgozunk azzal, hogy videókat csináljunk nektek hétről hétre, úgyhogy így nem mindig van időnk együtt lógni, viszont ezen a héten amúgy mennyivel jobban beszélek így, hogy már 10 óra után, hogy már itt 10 óra után vagyunk. Most elmondom, hogy mi történik, mert ugye az elején még nem voltam annyira kontaktképes, hogy ezt el tudjam nektek mesélni, de lehet inkább a Koninak kéne, mert ez a Koninak az érdem, hogy most itt lehetünk. Hoppá, tesó, komoly, komoly helyeken. Koni, ugye itt lakik Szent Iván, most Szent Iván vagyunk, itt vagyunk a sportcsarnoknál. Koni régen itt kezdett bicózni, én is már voltam itt nála. Volt ott valahol a háttérben egy pálya, nem? Hát egy homokkupac. Két ugrató. Ott tanult meg a bátyja vászat pörgetni. Na. Há, nem sok pénzt hozott ez a vászpörj amúgy. Ez mindig a rajozás, keci. Úgy döntött a Szent Iváni önkormányzat, hogy szeretnének egy pump track-et ide Szent Ivánra. Természetesen kit kerestek volna meg, hogyha nem az arany ifjút. Úgy alakult, hogy mi építünk nekik ide egy pump track-et. Szerencsére Koni szerzett markolót, egyet, szerzett még egyet. Meg szerzett ilyet is, meg van itt föld is, úgyhogy igazándiból annyi a lényeg, hogy csinálunk erre a részre egy kis pump track-et, hogy a Koninak az utánpótlásai sok siker. Na én ki tudjak járni, ha sokáig melózok a lendre, nem érek ki, de ki tudok jönni. Úgyhogy a mai napon ezt csináljuk, ma meg holnap. Gondolkoztam, hogy kihozzam a kis motort, mert azért még nincsen bedöngölve, lehet-e vele veretni rajta, de így, hogy most esik az eső, komoly sarak is vannak, úgyhogy nem biztos, hogy összekoszolnám se magam, se a motort, mondjuk magamat így is, úgy is összefogom. Úgyhogy, ja, erről láthattok most majd egy kis videót, folyton jelentkezek majd, hogy miként, hogyan állunk, meg milyenek, úgyhogy roll the clip!
egészen úgy jött össze ez a nap, ahogy azt szerettük volna. Még csak 2 óra, de már haza kellett menni, mert egész nap szakad az eső, és akkor a sár lett, hogy nem is nagyon tudunk haladni, úgyhogy ez ennyi volt. Az volt a terv, hogy holnap ezt kész lesz, és ebbe a videóban már motorozni fogok, még amíg nincs persze megcsinálva. Kipróbáljuk motorral ezt a pályát, még mielőtt átadnánk, de valószínűleg ez nem fog azt jönni, mert egész nap szakad az eső. Hát láttatok, hogy az Air Force-om hogy nézett ki. Jó, amúgy itt a mosóba azért megcsinálta a bátyja. Na azért, gyerekek! Ebben már lehetne menni rendesen rugatni bárhova, olyan tiszta lett. Szóval otthon már ki se kell mosnom. 200-ban leveredtem itt a mosóba. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor fog ez elkészülni. Arra szeretnék mindenkit megkérni, aki nézi ezt a videót, hogy még nincs átadva, nem menjetek rajta, mert leromboljátok azt, amit eddig megépítettünk, addig, amíg nem végleges. Most viszont le kell, hogy pihenjek, mert szörnyen elfáradtam. The next day. Mivel ezt a videót teljes mértékben felborította az időjárás, az, hogy 2 napja szakad az eső, nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogyan terveztem, de amúgy nem is baj, mert az utóbbi időben elég sokan lettünk újak a csatornán is, meg az Instagramon is, meg mindenhol, hála a jó égnek, szörnyen hálás vagyok nektek emiatt. És most néztem, hogy utoljára akkor volt egy ilyen kérdezfelek, amikor a lábamat műtötték, és azóta viszont tényleg elég sok új ember jött, akiknek szörnyen sok kérdése van, amit minden nap feltesznek nekem. Nyilván vannak olyan kérdések, amik reálisak, vannak olyanok, amikhez senkinek semmi köze, vannak olyanok, amiket mindenki tud rólam, csak ők nem. Vannak tök egyértelmű kérdések, tök nem egyértelmű kérdések. Ezek közül megpróbáltam kiválogatni párat, ugorjunk is neki. Megpróbáltam kiválogatni a legjobb kérdéseket, ami tényleg olyan kérdés, hogy azt gondolom, hogy van értelme, és nagyon sok volt. Szóval ezek közül, a kérdések közül, amikre most válaszolni fogok, ezek nagyon sokan feltétek, csak maximum máshogy kérdeztétek meg, de a lényegük ugyanez volt. Kezdjük az elsővel, mert ez ilyen, tényleg ilyen sablon, mert hogy ez nagyon sok embert érdekel. Milyen célra indítottad el a csatornádat? Tisztázzuk az elején, hogy nekem soha nem volt az a célom, hogy valaha nekem ez teljes körű munkám lesz, vagy hogy ebből szeretnék élni, vagy ilyesmi. A legnagyobb cél talán az volt ezzel, hogy régen nagyon sok jó dolgot csináltunk, mindig mentünk bringázni más városokba, stb. És soha nem volt senkinek kamera, és egy csomó régi élményem nem volt meg. És tökre gondoltam, mennyire jó lenne, hogyha az összes élményem meg lenne. Mert érted, ez mennyire király visszanézni most is a 4 évvel ezelőtti videóimat. És úgy gondoltam, hogy tök jó lenne videókat csinálni, csak nem volt pénzem kamerára, szóval így kicsit kellemetlen volt a dolog. Eltett pár év, és akkor utána vettem egy kamerát, és akkor elkezdtem így próbálgatni, hogy tudok egyetlen vágni, meg ilyenek. És akkor szépen kitettem a YouTube-ra, és ezt elkezdték egyre többen nézni, és akkor így úgy döntöttem, hogy amúgy benne csinálnék videókat, de sokkal jobb lesz, hogyha megmutatom, hogy mire gondolok. Megmutatom, hogy miért videózok. Roll the clip! Mit szólt sem? Készült. Oh, nice! Nem vagyom azt, hogy össze a fizágy. Kellemes hangja van? Ja, szóval egy hennesi. Juicy volt a J.I. Olyan, hogy csak mi kérdésen nálam, hogy fizetnem. El is a legújabb videón végéhez. Mindezt látja, ja? Akkor. Ezek az arany. Ez jó! Hogyha mindenki eltalálja. Feltja, melyik nem? Ugyan azt, hogy meglepődtem? Ennyi baj. Wow!
És ha láttátok ezt a montást, valójában én ezért csinálom a videókat, mert imádom visszanézni a régi felvételeket, imádom, ha van egy jó pillanat. Tényleg nekem ez talán az egyik legfontosabb, ez volt az egésznek a célja, az meg, hogy most így alakult, hogy ekkorára nőtt ez az egész, meg hogy ha ennyien vagyunk és ennyien szeretitek, ez meg már csak hozzá plusz egy bónusz, de tényleg emiatt nem bírom elégszer elmondani, hogy szörnyen hálás vagyok nektek. Hú, ez lesz az a kérdés, amit nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy szóval, olvasom. Mesélj egy kicsit a karrieredről, hogy is indultál, motiváló jellegű lehetne. Igazándiból én egy építőipari iskolába végeztem, amit amúgy nem én szerettem volna, csak faterom erőltette. Épületburkoló a szakmám. Végeztem az iskolába, de már a gyakorlati részt is utáltam, gyűlöltem, folyton ki volt száradva a kezem. Velem az egész szakmai gyakorlat alatt olyan szinten megutáltatták ezt az egészet, hogy gyűlöltem, minden egyes percét utáltam, gyűlölöm. Egyébként így magamnak tök szívesen megcsinálom, hogyha lenne egy lakásom vagy egy házam, ott így elcsinálgatnám, de amúgy nem szeretem. Ebbe dolgoztam, ebbe a szakmában, miután végeztem 3 évig, és 21 éves koromban kimentem Ausztriába dolgozni, úgyhogy egyáltalán nem tudtam németül, kimentem egy török családhoz kebabozni. És kiköltöztem hozzájuk, náluk dolgoztam 2 évig, majd ők eladták az üzletüket, átmentem egy másik török családhoz még 2 évet, szóval lecsavartam Ausztriába, először Bádenba, aztán Bécsbe 2 évet, szóval kint voltam összesen 4 évet. Ez a 4 év ez arról szólt, hogy nem élni mentem ki, szóval odakint egy forintot nem költöttem. Kivittem talán egy komplet hétre 20 eurót, kajáltam a kebabosba, raktam el, amit kerestem, akkor megvettem az első saját autómat, egy 5-ös Golfot, hú, geci, de örültem neki, úristen, el sem tudom mondani. Mielőtt kimentem, az építőiparban először 400 forintos órabérben voltam, utána pedig 450, és a végén emelték 500-ra. Gyerekek, 500-nál már azt éreztem, hogy itt aranybánya van, és így tette 3 év, 500 forintos órabérre. Gondolj bele, az időszak az elég durva volt, de nagyon sokat beemlékeztünk, és csak az számított, csak a bicózás. Bicikli alkatrésze, ez a pénz elég volt, akkor meg otthon laktam, és akkor utána, amikor kimentem Ausztriába, akkor elkezdtem keményen spórolni, gyűjtöttem folyamat, minden. Eltelt 2 év, átmentem a másik munkahelyre, az már bent volt Bécs belvárosába, akkor már beszéltem németül is, akkor ott már tök jó éreztem magam, ott már egy tök jó közegben voltam, csak törökök, kurva jó volt, megtanultam mindent, ami a kebabozás, húst vágni, pizzát sütni, pizzát nyújtani, pitát sütni, minden, elejétől a végig, mindenre megtanítottak, és utána elkaptam egy betegséget, ami miatt haza, vagyis ami miatt 2 hónapra el kellett mennem táppénzre, de viszont ez egy jól menő hely volt, szóval nem tudták tolerálni azt, hogy én 2 hónapig nem leszek ott, itt sajnos elköszöntünk egymást, és utána hazaköltöztem, volt a családunknak az a kebabosa, ami most is ott van, ahol dolgozom, el szerették volna adni, és úgy döntöttünk, hogy én és a Barbie átveszünk, és mi ketten fogjuk csinálni. Na, és ez pedig volt 2017-ben, azt hiszem, ja, 2017-ben, hazaköltöztem, elkezdtem itthon Győrbe kebabozni, és azóta ezzel foglalkozom, szóval ha úgy veszük, lassan 10 éve kebabozással foglak, 9 éve kebabos vagyok. Úgyhogy ja, mellette pedig, amikor hazaköltöztem, volt akkor egy kicsit több időm lett, és elkezdtem emellett videókat csinálni, és a videózást szörnyen szeretem, imádom, kikapcsol minden, és ja, innentől meg már tudjátok, mert fent van minden a csatornámon. Ez csak egy nagyon rövid, de ebben voltak egyébként szörnyen nagy mélypontok, szörnyen nagy bukások, szóval nagyon kegyetlen volt. Gondolj be, kimész úgy, hogy nem beszélsz németül. Csak egy kibaszott telefon van, és azzal kell megoldanod mindent. És úgy, hogy az összes munkatársad jobban tud törökül, mint németül. Nem önsajnáltatás, de azért durva volt. Egy percig nem bánom, hogy így alakult, mert nagyon sok mindent tanultam abban az időszakban, amikor egyedül voltam. Nagyon sok mindent máshogy látok, és sokkal jobban tudok értékelni mindent, ami van. Szóval ez az időszak kellett ahhoz, hogy az ember lehessen, aki most vagyok. Hó, basszak, de mély témák. Faszom, ezzel nem szeretek ilyenekről beszélni. Megkérdezik, mit szeretsz csinálni? Szétbaszni mindent. Ennyi. Szeretek vicces tartalmat gyártani, ennyi. Mit csináltál 10 évvel ezelőtt? Akkor is jó anyagi helyzetben voltál. Na hát ez az előző kérdésben pont benne volt a válasz. Nem voltam egyáltalán, sőt, édesanyám sem volt olyan jó anyagi helyzetben. Anyukám egyedül nevelt fel engem és a testvéremet, kettőnket. Amúgy
kurva jó időszak volt, én imádtam, soha nem nélkülöztünk egyébként semmibe, de mindig mindenre megvolt, nyilván azért, mert anya magától vonta meg a dolgokat, emiatt, hát ez szörnyen hálás vagyok neki, de örülök, hogy most már mind a ketten talpra tudtunk állni, mert a tesóm is, én is, így neki is tök sokkal könnyebb minden, úgyhogy ja, de egyébként kemény időszak volt, és 10 évvel ezelőtt, igen, pont akkor mentem ki Ausztriába, úgyhogy 10 évvel ezelőtt a bátyja 500 forintos órabérben dolgozott. Egyébként aki azt hiszi, hogy hazudok, nem. Van is egy füzetem, amiben írtam az óráimat akkor. Volt olyan hét, hogy 15 000-et kerestem. Ilyen téli időszak, amikor kevés órám volt. 15 000-et. Gondoljatok bele! Most így utólag amúgy ezen nevetünk, de akkor amúgy mennyire durva. 15 000 forint egy hétre. Borzasztó. De... minden időszaknak megvan a maga szépsége, esküszöm. Szóval én úgy gondolok arra vissza, hogy nem volt rossz időszak, de az a lényeg, hogy ja, azért 10 évvel ezelőtt az anyagi helyzetem az elég drasztikus. Ja, ez a jó szó, drasztikus volt. Számodra a videózás inkább szórakozás vagy munka? Van-e olyan, amikor inkább nyug? Olyan opció, hogy nyug, olyan sosincs. Szóval imádok videókat csinálni, főleg az utóbbi másfél évben. Szeretek vicces tartalmat csinálni, szeretek ilyen tartalmakat csinál, amiket mostanában láttok tőlem. Már el se szeretem egyébként ezt a kérdezfelelek részt, csak most ki kell valahogy bekelnem ezt az időjárást, és elég sok mindenkit érdekel ez az időszak, amiről most beszélek, meg ezek a kérdések, szóval, de soha nem nyűg, számomra mindenképpen szórakozás. Úgy mondanám, hogy most már komolyabban veszem, mint egy sima hobbit, de ettől még szórakozás. Nagyon-nagyon ritkán tekintek rá munkának, de akkor sem munkának, inkább csak kötelességnek, és soha nem nyűg. Ja, ez talán így egy konkrét válasz. De hogyha csak ezzel foglalkoznék, akkor szinte nem is tűnne fel, szerintem, hogy dolgozom. Next one, please! Szia tesó, külföldről követlek, mi motivált téged a videózásra, és honnan itt a sok vidámság? A legnagyobb motivációm az az, hogy hétről hétre szeretnék jobb videót csinálni. Minőségibb videót, szórakoztatóbb videót. Ez számomra talán a legfontosabb, hogy jó legyen a tartalom, hogy tetszen nektek. Nekem ez, meg hogy tetszen nekem is nyilván, de... nagyon fontos, hogy jó videót csináljak. Ez motivál a legjobban. És honnét a sok vidámság? Baszki, ez olyan dura, mert nem mindig vagyok olyan egyébként, mint a videókban, de most gondoljatok bele, hogy egy videót egy hétig csinálok általában, mert egy héten egy videó megy ki. Most gondolj bele, hogy vannak nekem is sok nehézség van nekem is egy hetembe, de azokat nem rakom bele a videókba, mert de mindenki azért jár vasárnap 19:00-kor, jó érezze magát, szórakozzon, lezárja a hetet, és azt mondja, hogy igen, vége a hétnek, most este hét van, kikapcsolok egy kicsit, 10 perc, jól érzem magam, nem gondolok semmi másra, semmi szarra. Hogyha az én nehéz pillanataimat önteném rátok ebbe a 10 percbe, akkor semmi különbség, semmi kiszakadásotok nem lenne a saját életetekből, vagy a saját nehézségeitekből. Ugyanis mindenkinek a saját dolga, a nehézsége mindig az van a fejébe folyton. És azok a videók, amiket én gyártok, annak pontosan az a lényege, hogy te kiszakadj a te problémáidból arra a 15-20 percre. Nem mindig vagyok ilyen jókedvű, de amikor videózok, jókedvű vagyok, mert örülök annak, hogy videózok. Bassza meg, de jó mondat, Ricsi! Na jó, nem, de végre örülök, hogy ezt tudtam rakni, úgy, hogy mondtad, hogy egyébként nincs is itt a kamerásom a kamera mögött, mert én jobban tudok beszélni, hogyha van kamerásom, mert olyan, mintha neki mondanám, de így is megoldom, mint azt látjátok, kurván jól tolom. Ezt a kérdést ezt azért tettem bele, mert olyan fura kérdés, de ha úgy veszük, van jogalapja. Szóval volt kezdőtőkéd, amikor belekezdtél a videózásba, ha nem, akkor pedig hogy csináltad? Igazándiból a videózáshoz nem kell amúgy... az elején én egy 30 000 forintos kamerával kezdtem, használtam, vettem 30 000-ért. Ez nem olyan nagy kezdőtőke, szóval ezt igazándiból már bárki meg tudná engedni magának szerintem. Mármint, hogy aki szeretne erre költeni természetesen. Volt valamennyi kezdőtőkém, és soha nagyon sok ideig nem is kerestem semmit a videózással. Szóval szerintem
3-4 éven keresztül egy forintot nem kerestem a videózással. Az összes utazás, az összes kamera, az összes gép, amin vágok, minden csak kiadás volt, az összes trip, ahova mentünk bringázni, ahova elutaztunk, minden, az mind kiadás volt, de bevétel soha nem jött, szóval nyilván volt valamennyi kezdőtőként, de inkább úgy mondanám, hogy én nem a videózásba fektettem, hanem szórakoztam és azt vettem fel, szóval alapban is ezeket a dolgokat csináltam volna meg, és csak annyi, hogy volt nálam egy kamera, amit ugye megvettem 30 ezer forintért annak idején, úgyhogy olyan nagy befektetés nem igényelt, hogyha kitaláltunk valamit, akkor azokhoz kellett pár tízezer forint, de ja, nem volt annyira vészes, hogy több millió forintos kezdővel kezdtem volna a videózást. Mi az oka annak, hogy ilyen szinten háttérbe szorult a BMX, nem mozgat már annyira? Vagy kérdőjel. Egyáltalán nem szólt háttérbe a BMX, de gondoljátok át, április 1-je van, április 21-én műtötték a térdem tavaly ilyenkor. Egy év telt el a sérülés óta, volt egy nyár végén már posztoltam nektek BMX-es tartalmat, ősszel posztoltam BMX-es tartalmat, télen, én már öreg vagyok, télen már nem biciklizek, mert fájnak az izületeim, utána most itt van, még tél volt, ha úgy vesszük januárba végig, Magyarországon nincsen jó fedett pálya, nem tudok hol videózni, külföldre a Covid miatt nem tudták kiutazni BMX-es tartalmat csinálni, szóval igazándiból most jön az az időszak, hogy el tudunk kezdeni BMX-ezni újra, meg tudunk BMX-es tartalmat gyártani, egyébként a BMX-ezés valószínűleg mindig meg fog nálam maradni, mindig nyomni fogom, ha nem is olyan szinteken, mint régen, de hobbi szinten, és fixen meg fog maradni, jönni fognak BMX-es tartalmak folyton, úgyhogy ja, mindenképp lesz BMX-es tartalom. Hoppáré! Hogy kezdődött ebben az az érzés, hogy szeretné egy ruhamárkát a saját neveddel? Igazándiból ez úgy indult ez az egész, hogy egyszer, mikor már ilyen 10 000 feliratkozom lehetett talán, és akkor 10 000 feliratkozónál megfogadtam, hogyha 20 000 feliratkozom lesz, akkor csinálni fogok egy saját ruha márkát. Jó, akkoriban az elég kezdetleges volt, amit akkor csináltam 20 000 feliratkozónál, de jó volt, már akkor is szerintem. És szép lassan, utána csináltunk pulcsit, csináltunk maszkot, tavaly jött el az a nagy lépés, hogy meglett a webshopom. Innentől kezdve meg igazándiból már egyre több termékünk van. Szóval nekem mindig is álmom volt az, hogy legyen egy saját ruhamárkám, de nem akartam csak egy ruhamárkát, mert az igazándiból mi? Azzal nem adsz úgy semmit. És én abban hiszek, hogy kell egy mögöttes tartalom, szóval ezt a terméket azok az emberek veszik, akik nézik a videóimat, ezzel az egésszel kapcsolódnak ez az egészhez, szóval ez egy kurva jó dolog, ami összeköti az embereket. Mert hogy bennem ez így van, de mindig is szerettem volna egy saját ruhamárkát, és nem tudom, ez ki tudom magam fejezni, hogy nekem mi tetszik, ez szerintem nagyon extra, örülök neki, erre vagyok talán a legbüszkébb. Ja, valószínűleg erre vagyok a legbüszkébb, szóval ez tök jó. Na de, ezennel el is érkeztünk a legújabb videó végéhez. Srácok, itt ami van, ez a golf ezen a képen, ezt hamarosan valamelyik néző meg fogja nyerni. Mindenképp kövessetek be az Instagramon, mert a golfos sorsolásról minden infót az Instagramon fogsz először meglátni. Le is rakom ide az Instagramon, kövess be mindenképp minden infót, nem sokára, és találkozunk a következő videóban! Peace! Itt van a spawn, itt van a spawn. Teszi a videót ki, és mindenki nézi.